karácsonyi ünnepséget szervezett az ÉFO és Szabolcs megyei egyesülete. A szervezet alapítója Tarnai Ottó 35 évvel ezelőtt a Bárczy Gusztáv iskola igazgatója volt, így már hosszú évek óta szoros az együttműködés. Ezért is ünnepeltek az intézmény tornatermében a gyermekek. Karácsonyi műsornak már több mint 10 éve van hagyománya, mindig itt rendezzük meg a Bárczy Gusztáv általános iskola és diákotthonban, hogy kellőképpen sokan beférjünk, és legyen lehetőség az iskolásoknak is eljönni, és velünk együtt ünnepelni. Természetesen nem csak az évfolyész tagoknak, hanem minden sérült gyermeknek, fiatalnak készülünk ilyenkor egy kis műsorral. A szervezethez jelenleg 1400-an tartoznak, az oktatásban, valamint korai fejlesztő neveléssel segítenek a sérült gyermekeken, de nappali otthont is működtetnek. Az ő munkájukat egy gumiabroncsgyár is támogatja. Az évfolyész számára 1 millió forintos adományt ajánlott fel a gyár nyíregyházi egysége. A célunk az az, hogy Nyíregyházán ne csak munkáltatóként legyünk jelen, hanem segítsük is a közösséget, tudjunk visszaadni annak a közösségnek, amelyből táplálkozunk, és így a figyelmünk az mindig elsősorban az iskolák felé fordul, illetve azok közül a közösségek felé, akik valamilyen módon hátrányosabb helyzetben vannak, mint a többiek, és így keresve sem találtunk volna jobbat, mint ez a szervezet, akit most támogatunk. Minden ember szeretettel fogunk földre imádkozni, az én kedves Istvánban, Messiás, boldogságot szokott hozni. A nyíregyházi Bárczy Gusztáv iskolának jelenleg 300 tanulója van. Az évfolyésszel nem csak a karácsony közeletével szerveznek közös rendezvényeket. Fogadják a mi gyerekeinket, táboroztatják, különböző programokra meghívják, és ilyenkor karácsonykor mi is készülünk, mint intézmény a karácsonyra, és nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerekünk is, és nagyon örülnek minden ajándéknak, és akkor itt szponzorok bevonásával igyekszünk minél gazdagabbá tenni a karácsonyukat. A diákok számára szerda volt az utolsó tanítási nap 2016-ban, délutánra a nyíregyházi intézmény tanulói is karácsonyi produkciókkal készültek.